Magyar Posta másfél éve fogadta el új üzleti stratégiáját. Egy stratégia akkor igazán az, ha időről időre felülvizsgálják. Az önök esetében is így van ez? Igen, most folyik a revíziója a tavalyi stratégiának. Egyrészt a környezetek is egy picit változtak ez alatt a másfél év alatt. Másrészt, ahogy egyre közeledik a piacnyitási időpont, azok a felkészülések, amiket elkezdtünk megcsinálni, azokat át kell tekintenünk, hogy hova jutottunk. Az új stratégia szerint a Magyar Posta milyen infokommunikációs fejlesztéseket tervez? Az infokommunikációnak a Magyar Posta nagy szerepet szán, két oldalon is. Egyrészt vannak olyan infokommunikációs szolgáltatások, amelyeket maga Magyar Posta is tudhat nyújtani például a vidékén élő lakosságnak. Két olyan EU-s projekt is van, amelyben a posta kiemelt szerepet kap. Az egyik egy Agora nevű, amelynek a keretében elmaradott vidéki településeken, ahol egyébként posta hely létezik, próbálunk infokommunikációs szolgáltatásokat a postáján keresztül nyújtani. Wi-Fi szolgáltatás például, hogy egyet mondja, vagy kormányzati elektronikus szolgáltatások elérése, ezeknek közvetítése. A másik és szintén hasonló terület, ami nagyon kiemelkedő, hogy a posta új üzleti szolgáltatásokat egy liberalizált piacon, ha nyújtani akar, akkor ahhoz erős infokommunikációs támogatottság kell, magyarul fejlesztéseket kell létrehajtani. Ezzel a Magyar Posta belép egy olyan piacra, ami azt lehet mondani, a verseny rendkívüli mértékű. Magyar az infokommunikációs szegmensben óriási a verseny, nagy a konkurencia. Milyen esélyei lehetnek a Magyar Postának? Azt azért muszáj leszögezni, hogy itt a Magyar Posta nem azokkal az informatikai cégekkel fog versenyezni, akik informatikai szolgáltatásokat nyújtanak jelenleg is, hanem a Magyar Posta igazából ezeknek a cégeknek a szolgáltatásait felhasználva, hogy mondjak egy példát, nincs a Magyar Postának távközlési hálózata, viszont szüksége van rá ahhoz, hogy kiszolgálja a saját postahálózatát, vagy azon keresztül további kisebb informatikai szolgáltatásokat tudjon közvetíteni a társadalom számára. Tehát én azt gondolom, hogy itt nem egy versenyhelyzetbe lépünk be, hanem megpróbálunk egy konszolidátor szerepet játszani, részben a saját üzleti tevékenységünk magasabb szintre emelése infokom szolgáltatások használatával, részben pedig közvetített infokom szolgáltatások segítségével a társadalom felé. A Magyar Posta állami tulajdonban lévő vállalkozás. Milyen szerepet tud vállalni az elektronikus kormányzat fejlesztésében? Mivel a posta hagyományosan egy fizikai világot tud lefedni teljes országos szinten, ezért azt a szerepkört fel tudja vállalni, hogy ennek a fizikai világnak és az új digitális világnak, hívjuk így, az összekapcsolását, amely nagyon fontos annak érdekében, hogy az állampolgárok mondjuk a fizikai papír alapú ügyintézésről az elektronikus kormányzati szolgáltatások felé elmozduljanak. Van is egy elindított projekt, ami egy EU-s erőforrásból van finanszírozva, amely hibrid, inverse hibrid megoldást takar, ami azt jelenti, hogy az állampolgár felé egy kormányzati szerver tudja indítani elektronikusan, költséghatékonyan kommunikációt, és az állampolgár ezt meg tudja kapni fizikailag papíron, vagy fordítva, ha az állampolgár tudja elindítani mondjuk elektronikusan, és ha mondjuk egy önkormányzat még nincs felkészülve az elektronikus kormányzati szolgáltatások befogadására, akkor papíron tudjuk felé közvetíteni. És valószínűleg a jövőben az elektronikus útvonalat is majd tudja a posta szolgáltatni. Tusnádfürdőn beszélgetünk, így adódik a kérdés, hogyha a postai piacok megnyílnak mindenütt a régióban, akkor vajon a Magyar Posta tervezi-e, hogy kilép a határokon túlra? Azt gondolom, hogy ez egy viszonylag nyílt kérdés. A Magyar Postának szüksége van régiós szerepre, jelenlétre. Bizonyos tárgyalások bizonyos helyeken elindultak. Többek között nem véletlen, hogy Tusnádfürdő is egy olyan hely, ahol szerepet vállal a Magyar Posta.